Közben ez a második rész, de már megállt a videó. Valami véget, lényegtelen. Tehát egy ezrest beleteszek, és akkor majd avval megpróbálom, hogy meddig bírja. Hát, ha nagyon főemeled, és van egy kis szél, akkor elviszi. Azt a teszt szerencsétlen nem tudja kompenzálni, tehát ebben nincs ilyen GPS koordináta rendszerű stabilizátor, vagy hogy mondjam, már mondom, 20 eurói mit vár az ember. Hát ezt. Giroszkóp az van benne valami, ugye az jó, mert amikor főment jó magosan, és akkor lekapcsoltam szinte nullára motorokat, akkor ugye ment össze-vissza szerencsétlen, ahogy fújt a szél. Már valahogy így állt, és amikor ráadtam a fordulatot, akkor mindjárt kirúgta magát nullába, és úgy esett le. Aztán még egy kis gáz, és akkor úgy megállt a levegőbe. Na, körülbelül ennyi lenne ez a, egyelőre ez a prezentálás. Úgyhogy ez a videó most így egyelőre két részes, mert a telefon megállt út közben, de nem baj. Majd lesz ennek harmadik része is, amikor majd kipróbálom a mezőn. Csak majd a hokköl, majd a egy operatőr, aki majd filmezi ezt az egészet, mert hát egyszerre irányítani is, amit számomra egyelőre nehéz, meg telefont is fogni, így kicsikét kellemetlen. Úgyhogy ez van. Na, hogy mindjárt beleteszem az aksit, azért mutatom, hogy ez így úgy akar, vagy nem akar működni. Ezt így beledugjuk. Ja, meg egyelőre azt így sajnálom, hogy tehát, hogy akarom tölteni a batterit, vagyis az aksit, akkor ezt mindig innen le kell szedni, erre a szerencsétlen csatlakozóról, és akkor ezt így rákötni a töltőre. Tehát nincs semmilyen olyan töltési lehetőség, hogy most alulról legyen egy valami csatlakozó, csak egy USB kábellel, vagy mit én tudom, beledugdosom, és akkor így töltsem ezt az egész cirkuszt. Nem, hanem ki kell szedni. Hát ez az illepille műanyag, hát ez olyan, mit tudom én, szerintem az is bármelyik pillanatban eltörhet. Hát ott van valami csatlakozó, szerintem ez valami másik modellnak a kamera csatlakozója lehet. Hát oda nyugodtan beletehettek volna egy töltőt, hogy ne kelljen örökké szétcsupálni a csatlakozót belőle. Hát ezt így külön így fűkő kapcsolja, ez szépen villog. Így, fül lehet kapcsolni a távirányítót, annyi, hogy akkor így előre kell nyomni, vissza, és akkor most aktív. Ugye két motor az működik, kettő nem. Most annyit ugye lehet mutatni, hogy annyit meg tudok mutatni, hogy a stabilizátorja az, hogy megy, az egy kis gázt. Akkor lehet látni, hogy na most megállt, mert kibillentettem. Na biztos a hangjáról lehet látni, hogy megy. Hát ez ilyen. 20 eurói gyerekek ezt lehet várni. Na most ezt a gépet le lehet fikázni, le lehet mondani, stb. Hogy ez milyen szar. Igen, szar. Akinek van 3-4-500 ezer euró is drónja, az azt mondja erre 20 eurósra, hogy szar. Hát igen, de ennyi pízé, még ebben lehet játszadozni. Okkal módda, ugye, nem sokáig mind, de hát ha ennyi pízé hozzá lehet jutni, és az ember ki akarja próbálni, akkor miért ne? Üdv mindenkinek, ennyi volt egyelőre erre a videó. Sziasztok!